Talán máltai betegség, hogy így karácsony közelettével is keresztelő Szent Jánosra emlékezem. Arra a keresztelőre, akinek tiszteletére szegény kórházat építettek máltai elődeink ezer évvel ezelőtt a Szentföldön, ma úgy mondanánk szociális intézményt. Tették ezt abban a meggyőződésükben, mert úgy gondolták, hogy keresztelő Szent János személye fejezi ki legjobban az ő málta identitásuknak a zsinormértékét. Szentírási képre hivatkoztak, hiszen tudjuk, keresztelő Szent János mondta azt Jézusra utalva, hogy neki nagyobbodnia kell, nekem pedig kisebbed nem. Máltai elődeink, a János lovagok ezzel arra a máltai imájukra utaltak, ami úgy hangzott, hogy uraink a betegek, és ezt minden máltainak e közösséghez tartozáskor el kellett mondania, erre föl kellett esküdnie. Úgy gondolták, hogy Máltai ima és keresztelő Szent Jánosnak ez a Krisztusi távlata, ami legközelebb áll egymáshoz a számukra, és a legmélyebb tartalommal rendelkezik hivatásuk és küldetésük tekintetében. Napjainkban, június 24-én ünnepeljük keresztelő Szent János ünnepét. Kedves ünnepez minden Máltai számára a világban. És érdekes, hogy keresztelő Szent János júniusi ünnepe. A nyári napfordulóhoz is nagyon közel áll, mondhatjuk, azzal egybeesik. Azzal a nyári napfordulóval, amelyet követően a nappalok folyamatosan rövidülnek, a hideg, hideg egyre hűvösödő és rideg éjszakák pedig egyre hosszabbodnak. Egészen karácsonyig, Krisztus születéséig, amikor is a téli napforduló kezdetekkor fordul ez a tendencia, és hosszabbodnak a nappalok és rövidülnek ezek az ijesztő éjszakák. Én máltaiként abban bízom, hogy mindig lesz és mindig van erőm a megfelelő pillanatban nekem kisebbednem, hogy a másik növekedhessen. Én ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, nyugalmas és békés karácsony ünnepeket minden kedves kollégámnak.